Karcagváros önkormányzata, a Karcagi Általános Iskolai Központ Kovács Mihály tagiskolája, a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület, a Kovács Mihály Alapítvány, a Nagykun Hagyományőrző Társulás, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár, a Györfi István Nagykun Múzeum és az Erkel Ferenc Művészetoktatási Intézmény összefogása révén szervezték meg az idén a Kovács Mihály Emléknapok 20. jubileumi rendezvényét. Május 3-tól 19-ig tartó ünnepségsorozat ez évben is gazdag programot kínált Karcagváros lakosságának. A Györfi Sándor szobrászművész által készített Kovács kapunál Pánti Ildikó, a 8-as számú választókerület önkormányzati képviselője emlékezett. Május 11-e ünnep számunkra, amikor egy város, egy oktatási intézmény és egy helyi közösség emlékezik dicső fiára, az egykori legendás huszárezredes Kovács Mihályra. Élete és hősi halála példázza, hogy méltó rá az utókor emlékezése. Választókerületünkben szép hagyomány, hogy a Kovács Mihály emléknapok keretében, itt az emlékparkban, azon a helyen, ahol a legendás kapitány szülőháza egykoron állott, emlékezünk, köszöntjük vendégeinket, köszöntjük a választókerület lakóit. Minden településnek vannak helyi értékei, hagyományai, kiemelkedő személyiségei, akikkel gazdagabb a helyi közösség, és vele együtt gazdagabb a város. A hagyomány tart meg bennünket magyarnak, s a nemzetközi műveltség tesz bennünket európaivá. Széles az utca, a piac utca, közepén utára lép a század. Csörgős puskája, francos suhája, szuronya van a magyar huszárnak. Vágja a lépést, hogy tisz a porán, nézi az ablakán a szőke barna lány. Széles az utca, a piac utca, közepén utára lép a század. Erre az alkalomra jelent meg egy kis könyv, melyet Elek György helytörténész állított össze. Az iskolatörténeti kiadványban Kulcsár Pál írása mellett Katona Mihályné és saját dolgozata mutatja be az intézmény múltját. A könyv CD melléklete tartalmazza az 1948-tól 2011-ig készült Calvin 9-es és Kovácsos tablókat is. A Kovács kapunál megtartott ünnepség végén a város, az iskola és a civil szervezetek nevében koszorúzásra került sor. Nyalka uszel,
Honnan oly vágtatva, s hogy tettél szert vezeték lovadra? Engem úgyse gyönyörülj állat, adok érte jó forintot százat. Azt ne tőlem, a kardomtól kérje, markolatig vérbe gázolt érte? Tegye vissza kérem foglalóját, hadd nagy uram, nem eladó jószár. Ennyi fiú, no de annyi, mint a. Nem teszem én erszényemet vissza, kétszer annyit mondok, s ahogy élik, lefizetem utolsó forintig. Hadd nagy uram, megkövettem szépen, egy szó mint száz, nem eladó nékem. Hogy ne volna a mennydörgös huszárja, ráadásul még egy száz, megjárja? Mit agadás, helye volt a pénznek, fel is férne így szegény legénynek, hanem egy új tisztnek lova nincsen, jó pajtásom, neki szánom ingyen. Napok alkalmával minden évben volt diákjainak munkáiból rendez kiállítást az iskola. Idén Csellengné Márton Klára és Vargáné Györfi Erzsébet munkáiban gyönyörködhettek a látogatók a Dériné Kulturális Központ második emeleti termében. május 11-én érte el a programsorozat csúcspontját, hiszen ekkor került sor az ünnepi megemlékezésre a Györfi István Nagykun Múzeum kertjében. Az ünnepségen megjelent és beszédet mondott Eleni Tsakupaulos Kounalakis, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete. Pontosan 233 évvel ezelőtt, 1779. május 11-én egy lovas csapatot vezetett Dél-Karolinában, hogy visszafoglalják Charleston városát a britektől. Amikor először hallottam ezt a történetet, úgy gondoltam, hogy nekem amerikai nagykövetként el kell jönnöm ide önökhöz Karcagra, hogy elhelyezzek egy koszorút az emlékművén. És nagyon örülök annak, hogy ma erre lehetőségem jött. Dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter, a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület elnöke személyes hangú beszéddel készült az idei ünnepre. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt nagykövetasszony, kedves gyermekek, kedves szülők! Szeretettel köszöntök mindenkit a 20. Kovács Mihály napon. Egy olyan évforduló ez, amelyen városunk szülöttére Kovács Mihály huszárezredesre emlékezünk, aki egy egészen rendkívüli életutat befutott karcagi lakos. Egészen rendkívüli lehetett az életút abban az időben is, amikor bizony ez a város sokkal-sokkal kisebb volt, picike nádasházakból állt, tulajdonképpen alig volt olyan épület, ami ebből a korból fönnmaradt. Nem volt még meg a nagy templom, a városháza, a gimnázium is ki tudja milyen kis épületben tartotta az órákat. Az általános iskolák is még a tanári lakásokban, tanítói lakásokban voltak. Tehát egy egészen más világ lehetett az,
amelyben Kovács Mihály pályája kezdődött, és ez az életút egy rendkívül széles ívet mutat, innen a Nagykunságból, az Alföld közepéből vezet Amerikába, Charlestonig, az amerikai szabadság küzdelmekig. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves gyermekek, ma is nagy dolog azt hiszem, hogyha valaki eljut Amerikába, vállalkozik ott valamire, megállja a helyét. És több mint 200 évvel ezelőtt bizony rendkívüli teljesítmény volt. Kovács Mihály a katonai életet választotta hivatásul, végigharcolta Európa szinte valamennyi csataterét, bátor katonaként ott is helyt állt. Aztán eljött egy olyan időszak, amikor beleunta az öldöklő hadviselésbe. Beleunt abba, hogy különböző uralkodók, nagy birodalmak érdekeit kellett képviselni, amelyek filozófiája teljesen más volt, mint amit ő vallott. Hiszen a mi földünk, a Nagykunság, a szabad kunok földje teljesen más szabályok szerint élt, mint a feudalizmus korának Európája. Más volt az emberek rangja itt, szabad nagykunok voltak, mint máshol, ahol a jobbágyság, az abszolutizmus diktált. Elért egy olyan pont a Kovács Mihály, amikor a kibontakozó amerikai függetlenségi harchoz csatlakozott, felajánlotta karját és életét, és átkelt az óceánon. És megállt ott is a helyét. Szervezője lett annak az amerikai hadseregnek, amely kivívta a függetlenséget, amely ma a világ számos pontján jelen van. Részese volt több olyan ütközetnek, amelyet alig-alig tekintettek megnyerhetőnek a kortársak, hiszen a felkelők szinte esélytelenek voltak a gyarmati hatalommal Angliával szemben, mégis vállalták a küzdelmet, gyakran kilátástalan helyzetekben is, és diadalmaskodtak. Ebben is volt valamilyen kun makacság, valamilyen kitartás, tetterő, hiszen a mi népünk hozzászokott ahhoz, hogy gyakran nehéz helyzetekben is helyt kell állni, olyan küzdelmeket is meg kell vívni, amelyeknek az elején előfordult, hogy bizonytalan a kimenetele. Kovács Mihály ebben is maradandót alkotott, az a hadsereg, amelynek részese volt, az a lovasság, amelynek egyik szervezője volt, nagyon jelentős mértékben járult hozzá az amerikai függetlenség kivívásához. Mikor hírem meghalljátok, levelemet olvassátok, reámulva sirassátok, reámulva sirassátok. Isten azt az édesanyát, aki katonának neveli a fiát. Fölemelem karom, fölkötöm a kardot, szomorú szívemre új bánatot rakok. Fölkötöm kardomat, fölveszem fegyverem, szülőföldemtől most végbúcsúmat veszem. Az ünnepi beszédek és az ünnepi műsor után vehették át a jutalmazottak az idei Bodó díjakat, melyet az Amerikában élő Bodó Sándor és felesége alapított, s akik minden évben eljönnek Karcagra és személyesen adják át azt a gyerekeknek. Az iskola falán lévő emléktáblánál a nagykövet asszony és a miniszter úr után a helyi civil szervezetek, az önkormányzat és az iskola képviselői is lerótták kegyeletüket Kovács Mihály huszárezredes emléke előtt. Györfi Lajos, magyar örökségdíjas szobrászművész úr, iskolánk egykori tanítványa hozta el gazdag alkotásainak egy részét városunkba, hogy a művészetek, a szépség, a történelem irány fogékony nagy közönség megcsodálhassa azt július 2-ig. Felkérem Prokai Gábor művészettörténészt, hogy nyissa meg a kiállítást. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, miniszter úr, polgármester úr, kedves barátaim, tisztelt művész úr. Hát azért azt nagyon jó volt hallani most az imént, hogy ilyen gazdag program után is, kedves igazgató asszony azt mondta,
hogy ennek a rendezvény sorozatnak a fénypontja lesz ennek a kiállításnak a megtekintése. Megyesi Ferenc úgy mondta, a szoborcsinálás önvallomás, amit lapozni sem kell. Az önvallomás a művész gondolkodásának, világnézetének, vagyis világa nézetének, világról való véleményének megnyilatkozása, amit az életművet lapozva, majd itt bent a kiállításon nézhetjük meg. Jörfi Lajos művészetének gyökerei a tehetségen túl, gyermek és ifjú korának szülőföld adta élményeiből, a tájból, az emberekből, az állatok szeretetéből, a fivér által megmutatott példa felismeréséből és maga általi követéséből táplálkoznak. Goethével szólva, azért égek, hogy hasznát lássa más. Nincs egyedül ezzel a szolgálattal, ezzel a művészi programmal. Legközvetlenebbül hívjam társnak maga mellé bátyját, Sándor, akivel 2009-ben közösen kapták munkásságuk elismeréséként a Magyar Örökség díjat. Ők a Györfi testvérek, az új kolozsvári testvérek. Ők, akik a mikor társai. Ennek a művészeti programnak rendeli alá, talán túlzott önzetlenséggel is és lemondással is azokat a világra nem hozott műveket, amelyek külső hatás nélkül, belső inspirációból jöhetnének létre. A műveknek többsége, vagy teljes egészében a Varga műhelyben készültek, amely munkásságának szolgálója és igazán ihletett szép kivitelezője. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ajánlom figyelmükbe élményt adó délutánt és majd később újranézést kínálva ezt a kiállítást. Köszönöm!